másik, amiről szerettem volna veled beszélni többek között, hogy sehol másutt nem felfedezhető szerintem, legalábbis, nem is tudom, hogy ki találta ki, hogy te hangjegyzeteket tettél föl a weboldaladra, és a rajongókkal itt tartod a kapcsolatot, kvázi mesélsz néhány dolgot. Most már leszoktam róla. Igen? Igen, de sokan követelik. Tényleg? Igen, erre úgy pár hetente mindig érkezik egy megjegyzés, hogy miért nem folytatom, miért nem csinálom. Miért nem folytatod? Hát valami biztos volt, ami egyszer elvette a kedvem, mert most már szerintem legalább egy éve nem csináltam, és hát ugye elkezdtem arra rájönni, hogy ez egy marha nagy felelősség. Tehát az ember így oda tesz valamit, és akkor az ott van, azt bármikor vállalnia kell az életében, bármilyen helyzetben, korszakában, hangulatában, és talán ennek a súlya most engem egy picit jobban nyom annál, mint hogy én ezt könnyedén vegyem. Hangjegyzet. Tessék, van egy perced. Mesélj valamit. Illusztrálj nekünk. Mit hát, az egyébként szerintem most, hogyha hangjegyzetet kellene mondanom, biztos, hogy arról mesélnék, hogy az a lét, hogy énekesi lét, vagy énekes női lét, az mennyire nem fedi azt a képet, amit gondolnak nagyon sokan, amit a közönség gondol. Kíváncsi vetettél. Hát pont az, ami látszik, hogy a mi munkánkból, ezt még közeli barátaim is sokszor elejtik, hogy de hát te csak énekelsz, és erre szoktam általában most már egyre inkább ugrani, mert nem látják azt, hogy milyen sok munka van e mögött, és hogy mi gyakorlatilag így ezt szoktam most már mondani, mert egyre inkább ahhoz hasonlít ez a szakma, hogy dzsungelharcban edződünk nap mint nap, és bizony mindenért meg kell küzdenünk, hogyha amit beszéltünk, hogy az, hogyha én nyaralni akarok, azért igenis nekem kell tenni, és oda kell menni, és ki kell húzni. Az, hogy ugyanúgy szaladgálunk támogatók után, reklámlehetőségek után, hogy ugyanúgy a jótékonysági koncerteket kell, mindig minket találnak, mert hogy általában a popénekesek azok, akik a legnagyobb tömegekhez eljutnak, és akkor nekünk kell jönni és lépni, és nem mindig hálás, de nem hálás visszautasítani sem egy ilyet. Tehát, hogy nagyon sok dologból áll ez a szakma, és a legszebb része, amikor odaállunk a színpadra. Úgy tudom, teljesen véletlenül beszéltünk telefonon, amikor egy kicsit fel voltál háborodva, nem is muszáj megjegyezni, hogy hol. Igen. De hogy elfelejtettük megköszönni neked? Hát igen, ez valamennyire, amikor az ember egy jótékonysági rendezvényen vállal fellépést, ugye ez egy érzelmi döntés. Tehát nagyon nehezen lehet racionálisan döntést hozni egy ilyen szituációban. És hát én megyek ilyenkor a szívem után, és azt mondom, hogy igen, itt most igent kell mondani, és igazából nagy dolgokat nem szoktam elvárni ezek után, de mint ahogy egy bármilyen koncerten vagy rendezvényen az esetek, mondjuk nem akarok nagy számot mondani, 70%-ában kapok egy csokor virágot, vagy egy kis emléket a településtől, egy bögrét a rendezvényről, bármit, úgy bizony jól esik az, hogyha egy jótékonysági rendezvényen mondjuk nem felejtik azt el, hogy én is tulajdonképpen jótékonykodom azzal, hogy mondjuk a nap 24 órájából 7-et vagy 8-at arra szánok, hogy leutazzam valahova, hogy ott részt vegyek a műsorban, ami mondjuk lehet, hogy csak az én jelenlétem 20 perc, vagy 10, teljesen mindegy, akkor is ott vagyok, jelen vagyok, és aztán még nem tudom, 2-3 óra, amíg hazaérek a családomhoz, és hogy igazából sok dolgot az ember nem vár el, de a virág az mondjuk jól esik, és nem akkor, amikor hívtál, pont egy ilyen szituáció volt, és tényleg nagyon rosszul esett az, hogy mindenki fűfa virág mindent kapott, és nekem egy szál virágot is elfelejtettek adni. Egyébként is nagyon sok átverés van így ilyen jótékonysági ügyek kapcsán, és volt egy időszak, amikor nagyon komoly kérdéseket tettünk föl, és akkor... Férjed menedzsered, erre vigyázz azért. Igen, Gábor föltette a kérdéseket, és akkor hát először kezdődött az, hogy akarjuk, vagy nem, mit gondolunk, és ha úgy gondolom, hogy akarjuk, akkor feltettünk egy csomó kérdést, és hogyha arra olyan válaszok voltak, amiket úgy éreztünk, hogy helytállóak, akkor mondjuk elvállaltam. És akkor az ilyen esetek, amikor még egy szálvirágot is elfelejtenek hozni, akkor arra sarkalják az embert, hogy azt mondjuk, hogy visszatérünk ide, és akkor nem érzelmi alapon döntünk, hanem racionálisan, és akkor lássuk a tényeket, és hogyha úgy ítéljük meg, akkor igen. Így van. Keményedünk.
Hát persze, tanulunk mindenből. Mikor szorongathatnék én a kezemben egy Szekeres Adrien DVD-t, mit gondolsz? Hát akár már lehet, hogy most is. Minden Van. esetre a De nem jelent még meg. október közepén jelenik meg a közönség számára. És ez azért fontos. Mesélj róla. Ez azért fontos, mert életem első DVD-je. Tehát több TV felvétel is készült már, de DVD-n még semmi nem jelent meg, és a tavalyi adventi turném budapesti helyszínén, a Rózsafüzér királyné a templomban itt Budapesten, Budapesten készült egy felvétel, és hát ez került most rá a DVD-re, ami egy nagyon jó hangulatú koncert volt, és nekem az volt a legjobb érzés, amikor ezt a DVD-t megnéztem, hogy olyan hihetetlenül boldog voltam, és furcsa az embernek látni önmagát egy ilyen, egyébként azt gondolom, hogy fárasztó időszakban, hiszen majdnem az utolsó koncert volt tavaly a budapesti, és én azt gondoltam, hogy majd azért nyúzott leszek, meg fáradt leszek, meg majd érződik rajtam az a sok munka, ami megelőzte ezt, de nem. És tulajdonképpen azzal szembesültem, hogyha nekem ilyen nagy boldogságot jelent az éneklés, amit én a saját arcomon véltem felfedezni, akkor akármennyi nehézség adódik az életben, ezt muszáj csinálni. Aztán Toszkánában beszélgettünk arról, hogy milyen veszélyes egy ilyen koncert, hogy neked akkor azon az egy napon kell mindent felteszel egy lapra. Hát ott igen. Neked hibátlannak kell lenned. Igen, de hát ez nem csak úgy, tehát ez mindenre vonatkozik. Na, tehát visszatérhetünk a hangjegyzetnek ugye a gondolataihoz, hogy ebbe sem gondolnak be az emberek, hogy egy ilyen koncertnek a szervezése az általában már nyáron elkezdődik. És mondjuk a budapesti koncert időpontját is már, nem tudom, augusztusban tavaly meghatároztuk, kitaláltuk, és minden promóciót erre építettünk. Ez azt jelentett, hogy nekem december 19-én tökéletes hanggal, tökéletesen kinézve ott kellett állnom. Ott, most azonnal mehetnél koncertre, ahogy kérdezem. És de nem jó, mert most egy picit könnyezik a szemem, és hogyha könnyezik a szemem mondjuk a DVD-n, akkor ugye az nem egy szerencsés, meg lehet, hogy a végére már egy kicsit megmozdul a smink, vagy bármi, és azt nem lehet korrigálni, és az végig úgy van. Egyébként ebben a felvételben, hogyha egy kis kulisszatitkot még elárulhatok, akkor az is hát nem volt nehéz, csak egy fontos dolog volt, amire nekem nagyon kellett figyelnem, hogy kettő koncert volt aznap este, egy délután és egy este, és mind a kettő koncertet felvettük, és aztán ez lett összevágva. Tehát különösen fontos volt az, hogy ugyanúgy ott álljak, ugyanazokat csinálja mind a kettő koncerten, mert különben nem lehet majd olyan szépen vágni, vagy ugyanúgy kell kinézzen a hajam, vagy volt rajtam egy ilyen kis bunda, és megfordult a fejemben, hogy azt kinyitom az esti koncerten, mert akkor már nem fáztam olyan nagyon. De hát nem lehetett, mert hogy az első koncerten az össze volt fogva, és akkor ugye megtört volna így az egésznek ez a jellege. Úgyhogy, hát igen, mindennek ott nagyon klappolni kell, de én úgy gondolom, hogy egyébként ez így sikerült is. Ajándékot szeretnék adni neked. A világ legszebb terei, ha érted miért, ugye az egyik legszebb téren találkoztam a legszebb énekesnővel. Gábornak küldenék két bort, egy Sauska és egy Bokbort. Sasvári Sándorról készült könyv, dedikálva neked természetesen, és Siminfalvi Ágota egy CD-t fogad szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, tényleg nem azért mondom, mert így illik, hanem mert így is érzem. Örülök, köszönöm én is a meghívást, Attila.